Ha valamit kéne mondanom erről a játékról, nagyon röviden. Ha megnézitek a kurzort, hát annyit erről tudnotok kell, hogy ez ennek van egy olyan verziója, ami nem cenzúrázott. Szóval ez egy cenzúrázott verzió, nem biztos, hogy olyan menő, mint a nem cenzúrázott. Mert legalábbis most nem abban, hogy itt ott vannak csöcsök, meg pöcsök. Itt nincsenek, remélhetőleg. És akkor így meg tudom nektek mutatni, mert alapvetően játékmechanikailag nekem tetszik a dolog. Szobákról szobákra kell mászkálni, mint egy izsákba például, és abban a szobában túl kell élned, mint egy izsákba. Tehát ezt inkább tudnám egy izsákhoz hasonlítani, mint sem egy Vampire Survivalshoz. Ugyanúgy találkozhatsz itt NPC-kkel, fejlesztheted a képességeidet, vagy éppen megátkoznak, lesznek különféle eventek, rengeteg item, buffokat szerezhetsz, skill upgrade-eket. Jelenleg nem tudom, hogy így ebbe a verzióban mennyi a sztori, de alapvetően terveznek kampánnyal, és az első fejezet az jelenleg 3-4 óra, és hogyha végignyomtad, akkor vannak még Infinity Challenge-ek, és gondolom több fejezet is lesz, szóval végig lehet majd játszani ezt a játékot valamilyen szinten. Legalábbis a kampányát. 3 karakter van, nem tudom, hogy ebből most így mit fognak megmutatni. Ő itt a Kayla, a Furry Warrior, és nem a Furry Warrior, mint a WoW-ba. Tehát, hogy ő a Furry. Ő a Furry Warrior. Akit az előbb láttatok, az a Charlotte volt, az elf íjász, és van még Mia, a Goblin Shaman. Egy kézzel is játszható? Szerintem igen. A kiadó egyébként ugyanaz, aki a Beautiful vagy a Sexy Mystic Survival-nál. Ez a családbarát verzió, szóval, hát na. Na tessék, ő itt a Mia. Ő ott. A másik kezeddel verseket írnál? Na, zsír! Egyik kézzel játszol, másik kézzel versírás. Na, beállítások. Ultra grafika. Tökéletes, ott van ultra, full screen, nagyon jó, elképesztő. Van srácok félbevágott könyv és egy piknikasztal gyertyával, az nem tudom milyen nyelv. Lehet, hogy azt a test szobát, azt ki kell hagynunk. Így kezdődik a játék. Oda kell menni a nénihez, oda. És így lehet interaktálni. Én vagyok a király. Ja, játék sztoria. Én vagyok a démoni uralkodó, és biztosítanom kell azt, hogy a démonok ne halljanak ki. Megköszönik a támogatást. Így van, nagyon sok támogatást kapott a Last Devil-nek a felnőtt verziója. Szóval kiadták ezt a Harmónia kiadást. Jó. VSD-vel mozgunk, bal klikkel támadunk, jobb klik meg shield. A test szobába nem megyünk be, továbbra se. Jó. Unlimited reset van valahol. Aha. Testszoba. Ajaj, megmutatták, hogy hogy néz ki a testszoba. Ki lehet próbálni a buffokat, a fegyvereket, meg az egyéb dolgokat. De ilyeneket mi nem csinálunk. A testszobába menjenek azok, akik professzionálisak. Jó, hát nem egykezes. Én azt hittem egykezes lesz a játék.
A beta verzió 15 különböző nehézséggel rendelkezik. Körönként lehet feloldani. Jó. Ott egy reset gomb. És ez még? Jó. Testszoba, ott megmenteni lehet. Na és akkor le kell ülnöm a trónra? Vagy a testszobába kell bemennem? Szerintetek? Szerintetek most mit kell csinálni? Na? A testszobába kell bemenni mégis? Nem akarok ide jönni. Mi ez az inekció? Ez mi? Ice stuff. Én mindent felveszek. Lassítok. Dupla lövés. Na jó, itt lehet tovább menni? Értem. Akkor lefele kell menni? Nagyon jó, lovaska tudta. Meg közben rájöttem, hogy lefele kell menni. Jó, szerencsére a bal klikket nyomva tartva is lehet lőni. Hát elképesztően lassú a lövés. Nagyon tetszik egyébként a világ, ahogy fel van építve. Ez tetszik nekem. Ez olyan szép. A karakterre nem mondanám azt, hogy olyan szép, viszont a világ az szerintem tök jó. Az effektek is tök jól néznek ki. Na, ott valami kard van, ott pedig kard. Tehát, hogy ott staff van, ott meg kardok vannak. Mert a kard. Ez micsoda? Ő az NPC. Na, válasszunk a fegyverei közül. Hát, ez. Scattershot. Tessék, duplát tudunk lőni. Ha meg lehet nézni, milyen cuccaink vannak, itt van. Item limit 5. Még egy fireball tudunk lőni vele. Azt nézem, hogy duplát lövünk vele, de kevesebb lett a sebzésem. Jó, azt hittem, hogy nem tudok tovább menni. Hát egyre gyorsan hal az enemy. Lesznek majd bosszok is, srácok. Na, Blood Gem. Hát, nézzük meg most, mi ez a staff. Na, hát itt az octopus. Na, enhancolja a fireballunkat. Tudunk választani olyat, meg olyat. Kár, hogy nem tudjuk már most, hogy ez melyik micsoda. Ice staff. Movement speed csökkentés. Valamennyire csak jó, nem? Jó. Hát egyelőre a közelembe se tudnak férkőzni. Izu és Viridiana. Üdv mindenkinek, srácok. Na. Azt nézem, hogy ott vannak olyan gemek. Nem érdekelnek a gemek. Enhancolja a fireballunkat. Lightning staff. Minél több staffunk van, annál durvább lesz a staffok effektje, tehát 4 szekig lassítja most már a movement speedet az ice staff, illetve a lightning staff 4%-kal paralizál. És mivel 2 staffunk van, ezért 6% az esély arra, hogy paralizáljuk az enemit. A tábla szerinted nem dísz? Neki kellett volna menni? Megnézni, hogy melyik, micsoda? Azt mondod? Jó. Legközelebb neki megyünk. Vaját teljesen feleslegesen veszek fel. Van ilyen space dash, meg jobb klikkel barrier. Egyelőre. A fát is szét lehet szedni. Hát megsebeztek.
Na nézzük. Aha, tehát így knockback-elni tudunk, meg gyorsabbak vagyunk utána, ahogy látom. Nem, a gyorsabbság az azért van, mert clear-eltük a szobát, gondolom én. Szimpatikusnak tűnik amúgy? A tábla játék, a sztárgyús tábla játék? Hát nem tudom, ez itt nem működik, lovacska. Vagy működik? Aha, tényleg. Tényleg. Survivability. Hát akkor legyen ez. Lovacskának igaza volt, a tábla nem dísz. Nekem nincs meg a tábla játék. A Collector Editionben, a stádiusban nincsen tábla játékunk. Még. Na. Choose wisely. Hát, ez. Repeating shot. Tehát most kevesebbet fogunk lőni, mert mint hogy gyorsabb, tehát többet fogunk lőni, de az, amit kilövünk, az gyengébb. Na, most mi van? Az már egy egycsillagos slime. Amúgy, hát végül is jó, csak el kell találni az elemét. Hát eddig még nincsen kihívás, lehet, hogy majd a többi levelen lesz. Ebbe a ládában csak kaja volt eddig, szóval lehet, hogy amúgy ki kéne hagyni. És azokban? Ah, tehát ezeket megéri szétszedni, mert gem lehet benne. Jól van, Kelvin, köszi szépen. Kitartást. Mármint, hogy... Jó pihit, aztán majd kitartást. Jó, nézzük meg, hogy mi van itt. Mit lehet erősíteni a survivability-nken? Kocka pénz. Tehát 6%-kal több esély lesz kajára. Lehet a izé gyűjtői kiadással kevertem, Rüdiana. Hát ez nem úgy tűnik, mint ami így most megérné nekem. Na. Még egy ájstaff. Gunpowder. Shockwave. Shockwave lesz impactkor, ami a fireballnak 35% damage-e. Wow. Jó kis AOE. Jó, ez király. Ez király. Ez a gunpowder, ez eddig úgy néz ki, hogy ez így plusz damot hoz a házhoz. Itt is ki tudjuk vágni a fát, mint a 20 minutes steel dome-ba. Kalapács nem érdekel, mert a staff. Jó, enhance olyan. Olyanunk van. Leech. Bloodsucking effect. Tehát HP recovery. A damage-ünk 3%-át az így HP recovery-be megy majd. De hát ugye nem hílelünk semmit, mert hogy
sebződünk. De majd biztos később jól lesz. Ja, hát ez eddig nagyon easy. Én úgy érzem, hogy itt a játék erőssége, legalábbis level 1-en az az, hogy mutogatják a mutogatni való dolgokat a játékba. Na az micsoda? Repeating shotot nem akarjuk, az wooden stick. Knockback distance. Aha, tehát lögdösni fogjuk az enemit most már. Ó, ott volt egy kritünk. Mondjuk miért legyen az első pálya már iszonyatosan nehéz. Nem tudom, oda bemenjünk-e. Nézzük meg. Jön itt az égszeresnél. Kis angyal. Nagy emerald. Defense 35. Hát most már tudjuk, hogy ezt nem éri meg felvenni, és úgy láttam, hogy a következő szoba az boss lesz. A tizedik szoba a boss. A bossé. Slime King, a slime-es király. Begyűjtöttük. Na hát most megérte a heal. Lehet, hogy kéne ilyen movement speed nekünk. Jó, hát kapom. De... adtam is. Én jobban adtam, mint ahogy ő. Van új gomb alul Twitch-en? Na, milyen gomb? Mesélj, lovacska. Láttam valamit Redditen, hogy kiraktak, hogy valami hülye gombot raktak be. De most annyiból nem értettem meg, hogy hülye gomb. Lehet a defense rossz, mert csak 14-et ütött belénk. Lehet amúgy. Na nézzük. Végre látom, mi van a szabommal. Ja, akkor az nem az. Előfizetés, lejáró előfizetés. Ja. Lejárni... 9-én jár le, július 9-én, viszont megosztani 28-án tudod majd. Aha. Uh-huh. Amúgy lehet, hogy igazad van, Masatur. Nem a stream highlight, vagy mi a fene. Az is van, vagy recap, nem tudom, hogy hívják. Na. Tehát olyan szemet vegyünk ki. Enhancolt szem, nagyobb atak. Az amúgy kell? Szia, Vili, mi újság? Be! Tehát akkor ők most legyek, vagy bárányok? Mi a helyzet, Willi? Ide. Na hát olyan zöldségünk még nincsen. Poison stuff. Az attack damage-ünk 25%-a rámegy az enemire, és az 6 szekig fog sebezni rajtuk. Plusz stuffok esetén plusz 2, de amúgy valószínűleg a plusz staff az nem azt jelenti, hogy
Tehát amúgy valószínűleg félreértettem a dolgot, tehát a plusz staff az nem arra vonatkozik, hogy ezek is vele számítanak, hanem plusz staff, mint több poison staff. Minden szuper? Na, örülök, Willi, ezt jó hallani. Valószínűleg az a hybrid build amúgy majd nem lesz nyerő. Hát valahogy el kell kezdeni. Igaz? Jó. Mondom, meddig kapják. Az a lény, ami ott közép... Ott volt középen, az benne van a Novice Survivors-ben, mint boss. Komolyan? Némilyen, nem is tudtam. Mondjuk addig nem jutottam a Novice Survivors-be. Azt hiszem egyszer vagy kétszer megöltem a... az első pálya fő bosszát, aztán ennyi. Ott most lehet ennek? Ja. Na, tehát akkor tudunk kérni, ha ezt még nem ismerjük. Monster DNS. Az első esetén a fireballunk átment az enemin. De a damage-ünk fireballok esetén csökkent 15%-kal. A második ilyen esetén, a DNS esetén a fireballunk bumerángos és visszatér a feladóhoz. Hát a pass-through az szerintem jó. Engem a kiadott content érdekelne, nem streameled a Discordon? Jújjúj! Ó, de milyen jó, hogy mondtad a Nomad Survivor-t. Amúgy jött hozzá egy csomó content, de én azokat még nem néztem meg. Au, amúgy ezek a Shadow-k inasba tesznek. Amúgy kéne használni ezeket a dash-t meg ezt a többit, ha már így fájnak a dolgok. Jó. Fuss, fuss. A zöld az defense, ez pedig... Ezt még nem tudjuk. Plusz 20% HP. Nagyon jó, a clearünk lesz így. Srácok. Jó. Hát vannak benne ilyen férfi nemi szervek, női nemi szervek, nőkön férfi nemi szervek, férfiakon női nemi szervek. Fedetlen keblek, fedetlen ilyen-olyan dolgok. Ezek érdekelnek? Habacska. Ilyenek vannak. Elég vad a fantáziát, hogy ezt el tud képzelni, nem? HP szívkodását. Olyan nincs, hogy néni kukival... Vagy bácsi cicivel? Miért neked nincs? Úristen. Akkor én mutáns vagyok, nekem van cicim. Egy szörny vagyok! Our modest fellowship expands. Hát ez egy jövedelmező szoba volt. Szia, Connor! Hogy micsoda? Vibi, nagyon szépen köszönöm a 189. ajándékodat, méghozzá Edem számára. Szia, Edem! Köszi szépen, Vibi, hogy Edem 52. hónapját ezzel lehetővé tetted. Köszi, köszi. Mi lenne a különleges képességet, ha mutáns lennél? Nem tudom, nem akarnék mutáns lenni. Én jó vagyok így, úgy gondolom.
Na, enhancoljad azt a Firebolt. Most lefagyott a játék. Srácok, lefagyott a játék. Nem reagál. Működik. Bebagolt a scrollokkal. Paralizál. Legyen a poison. De az most is így van, nem Connor? Most is bárhol el tudsz aludni. Köszi szépen, srácok, a pergetést Willynek és Adamnek. Jújjúj! Lehet, hogy mutáns vagy, Connor. Simán lehet. Hát nem tudom. Nem tudom, hova kell tovább menni. Szakika. Most így mi van? Meg kell nyomna a scrollokot, utána jó lesz. Ez nagyon fura. Na, bumerang. Bumerangos lövést szeretném. Nagyon jó. Tehát ez a hátulról a sebzés. Mert a hátulról a sebzés. Gyertek. A poison azért az viszi a HP-t. Köszi szépen, srácok, mindenkinek a pergetést. Ha még gyengébb lett a sebzésünk a bumerang miatt. Nem biztos, hogy a bumerang megérős döntés volt. Na, fagyasztás, movement speed, paralizálás, egyértelműen paralizálás. Na hát most már azért nehezebb a játék, srácok. Az első 10 szoba volt könnyű. Igen. 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 You die! Na jó, újra kell indítanom a játékot, mert hogy ne kelljen már nyomkodnom a scrollokot, hogy jó legyen. Pillanat. Ez valami Unity-s dolog. You are inas, így van. Benne vagyunk egy inasba, inasba lettünk rakva. Na, sikerült az első ránunk, és van 4746 valamink, ami nem tudom, hogy micsoda, de tudunk venni ilyet, meg olyat. Ezt az mit csinál? Ott írja, hogy van valami, de hogy ez mi, azt nem tudom. Shield gem, power gem, blood gem, blood gem. Te tudsz valamit mondani? Köszönöm szépen. Jó. Azt hiszem, hogy akkor most már mindent tudunk. Free Unlimited Reset. Increaseli az ability-t. Aha, értem, értem. Jó, oké. Tehát akkor mehet még egyszer. Na, tehát akkor power jam. Tessék, ez most így 40-es lett. Tessék, veszünk a blood jam-et is. Ebben most már van 50. És vettem zöldet is, ebből meg 15. És akkor mentünk egyet. És akkor mehet még egyszer a level 1.
Bár lehet a level 2-t kellett volna már megpróbálni. Na hát most már 120-at sebzünk a 80 helyett. Azt hiszem... Azt hiszem ide akarok bemenni. Nem biztos. Igen, ez az, amivel átlövünk. Az átlövés az szerintem jó cucc. A bumerangra szerintem nincs szükség. És akkor staff enhancolás. Erre mit mondom úgy? Hogy ez micsoda? Aha, attack pattern tudunk változtatni. Hát akkor ez kell nekünk. Persze. HP szívkodó. God of War, az volt odaírva, bizony. Mikor jönnek már a nagy mesesesek? Nem jönnek. Azt váratjátok, srácok. Szabadságon vannak. Szia, Melnik! Na, mi a gond a telósapnál, Adam? Jó, a HP szívkodás, vagy... Amúgy a Blood Gem szerintem a HP-nkat növeli. Ja, az a Blood Gem a HP, max HP-nkat növeli. Movement speed csökkentést felvettük. Jó, és akkor gemek. Mármint, hogy ezek nem tudom mik. Valamik. Sárga. Crit rate, crit damage. Na a sárga tetszik. Szegények nem tudnak át, azt hittem nem tudnak átjönni. Fuss! Oda nem megyünk be. Kalapács. Legyen ez. Nagyobb area, nagyobb knockback distance, 50%-kal nagyobb dam, viszont kisebb a cooldown a barrieren. Ez akkor, ezt hogy kell érteni? Nem lett nagyobb a damunk. Ja, tehát ha elnyom a barriert, akkor az erősebb lesz. Ja, értem, tehát a barrierünk lett nagyobb. Akkor jó. Azt nem használjuk. Onnan tudom, hogy egy szoba ki van clear-el, vagy sokkal gyorsabbak vagyunk. Üzenetek notik nem engedi user hivatkozni, amíg valaki nem írt meg túl sok helyet foglal a bilcse. Ja. Értem. Enhanszoljuk a Firebolt! Lassítás, vérszívás. Nem tudom, hogy a patternet most nem akarok módosítani, úgyhogy azért nem megyünk be a kardos szobába. Most
Nyaralási van. Na hát akkor jó csillelést. Nézzük a kalapácsot, az jobbnak tűnik most. Aha, tollak. Movement speed 10%. Akkor a cipő mit adhat? Akkor ő, itt csak bludgeon van a pályán. Őd mindenkinek skacok, ha hó, ha hó. Gem, legyenek ezek a gemek. Na, piros gem. Plusz 25 az atakra. Wow, na ez nagyon jó. Nem is értem, miért nem vittél magaddal egy asztali gépet. Edem. Érthetetlen. Ez milyen játék? Hát így nem látod? Megyek a karakteremmel, azt lövöldözök. Takarítom a szobákat, halnak az elemi. Aztán vannak szobák, ahonnan meg erősítéseket veszek fel. Ennyi. Vagy mire gondolsz? Sok vév is jöhet. Már lehet inkább a poison kellett volna kivenni. Főleg mivel boss jön. Így van. Csipupiupiu. Slime King! Au. Kéne amúgy ilyen... Ha olyan cucc, hogy távolabbra tudjak lőni. Jó, hát akkor lövöldöz. 14-eket támadom úgy így is. Bár hát van rajtam defense gem is, meg attack is. Néha szükség van rá, Adam, úgyhogy értem. Na. Nőtt a sebzésünk, és nőtt az ellenség élete is. Poison kell. Hát augusztus vége felé lesz szerintem egy kis szünet. Edem, ha minden igaz. De majd úgyis meglátjátok. Defense, aha. Hát akkor ez nem kell. Kár, hogy nem írja le, hogy melyik micsoda vagy, csak én vagyok vaksi. Ezt a defense-t, ezt most így nem vettem volna ki. Tök, hogy 200-as kritet is csinálunk. De ja, augusztus vége felé lesz szerintem ilyen nyaralási szerűség. Ja, láttam, hogy defense-emet tudtam felvenni, mert az droppolt az enemy. Nem állnak össze a tárgyak? Hát, szerintem itt nincsen ilyen, Spencer. Szerintem nincs ilyen. Kéne olyan hint, mint az izsákban az itemod, amik írja? Ja. Defense nem, piros meg attack. Jobb klik az a shieldünk. Ilyen shieldet tudunk csinálni.
Ja. De hogy így nem veri vissza a támadásokat, ellöki tőlem az elmét, ezt vettem észre. Alapács legyen ez. Vérszívás, lassítás, jött a vérszívás. Ez már a harmadik, és ötig lehet stackelni. Nagy damage, nagy vérszívás lesz. Nagy HP szívás az enemitől. 10-et healelünk jelenleg. Oké. Okay. És megyünk jobbra. Ez nem emlékszem, amit csinál. 20% HP. Jó. És már tudjuk. Na, amúgy sebzett a shieldünk, de nem tartom olyan jónak. Azt hiszem a következő szobában volt a halál. Hány szint van? Nem tudom, srác. Ez a második ránunk, és legutóbb 17 szintig, majd 17-15 szobába jutottunk el. Igen, sok vév. Így van, impactnál sok vév. Szevasz Alex, sziasztik ki. Jó. Hát, mehet a gem. Na, sárga crit. HP nem. Csak az üvegágyú build. Aptánkosok lettek. Power Jam. Mert ez a szoba. Úgy mindenkinek, srácok. Hát ez ugye a paralizálás. 6% eséllyel paralizálunk enemit. Mivel ugye nem vagyunk gyorsak, ezért ezek a staffok nem biztos, hogy annyira működni fognak. Hát többféle karakter lesz, de jelenleg egy van. Amúgy lehet, hogy a 19-es szintig jutottunk legutóbb. Túlságosan ismerős ez a szoba. Többször kellett volna dash-elni. Na, és megint boss. Na, tehát akkor paralizálást tudom. Ó, poison. Poisonnek nagyon örülök. Hát, kevés HP-val megyünk rá a bossra. Szóval háromféle karakter van, de én nem tudom melyikkel vagyok. Giant Golem! Az a 319-es script nagyon jó volt rajta. Megkérdezhetem, hogyan lehet kérni ban feloldást Twitch-en? Hát, ha majd kapsz, akkor látni fogod.
nem fogsz tudni írni a chatbe, és kérhetsz ban feloldási kérelmet. Orbán. Jó, hát meghalt a boss. Meghalt a második boss. És úgy néz ki, hogy ő volt a végső boss. Hoppácska. Csak a Power Jam. Ment és mehetünk tovább. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Alex, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdvim Máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között, és köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Majd nem sikerült feltölteni a HP-t? Most ugye kezdődik minden előről. Csak ugye most már erősebb vagyok, ott látszódik alul, hogy mennyire vagyunk erősek. Annyi más, hogy hát most nincsen semmilyen módosítom. Köszi szépen a pergetést, srácok. Most megint... Ja, a pergetés miatt nem tudok kérni. Megint nyomkodhatom a scrollokat. Hát mit tudom én, Norbert? Majd ha kapsz bant, akkor majd látni fogod. Ez olyan, mint hogy mit tudom én. Nem kell hülyeséget csinálni, ezt nem fogsz bant kapni. Érted? Keresd rá az interneten. Nem hiszem, hogy itt közülünk sokakat bannoltak volna a cseten, mert nem hiszem, hogy ilyen hatalmas troll a közösség lenne. Haverunk kérdő. Ez volt a legkevesebb a nagy content áradat után rászoktam a játék teszkeidre. Na, örülök egyébként, Alex, hogy tetszenek. Köszi szépen a támogatásodat. Micsoda? Téged még sose bannoltak, lovacska? Szírakarcol... Na, mesélj, szírakarcol, teged miért bannoltak? Mit csináltál? Masszatúr. Igen, szeretném enhancolni a Fireball. Amúgy nem lehet más karakterre játszani, tényleg? Vérszoppadás, mert... Én nem láttam ilyet, hogy karakterválasztás. Noha amúgy van három is. Bár lehet, hogy az csak a teljes verzióban van. 286-os crit? Fogácsa. A barriernek semmilyen értelmét nem látom jelenleg. Most komolyan még az ajtót se tudom kinyitni. Na végre. Az üzenetem 90%-át kitör a mentor helyett. Á. Ezt mit csinál? 10%-kal több szólt tudunk gyűjteni. Na jó, hát akkor valószínűleg ezt a szobát is skippelni fogjunk a jövőben. Kaptál VR-os band, mert Assassin's Creed 2-nél kiírtad, hogy brutális screen tearing van, valószínűleg még már páran írhatták, mert Insta permabban járt érte, és a feladás kérésre fogadták el évekkel később sem. Ó. Oh. Na bakker. Azt hittem, hogy valami csúnyábbat csináltam. Az mondjuk tényleg meglepő, hogy lovacskát még sose bannolták. Ezek után. Connor, téged se bannoltak még ezek szerint? Fú, miért kell nyomkodnom a scrollokot? Piros az attack, zöld a defense. A slime az amúgy majdnem halt. Majdnem válsat. Hát, megmondom nektek, amikor megnézelgetem a ban requesteket, vagy unban requesteket, igen, akkor olyan hülye indokok vannak, hogy legtöbbször törlés van.
Na hát ez... A két. Egyértelmű. Tolvajkergetős poén? Merida Dual Trust? Vagy hogy hívják? A macskám végig sétált a billentyűzetem. Na hát, mindjárt kiderül, hogy mindenkit kibannoltak a VR-nál. Azért vannak nézőim, mert a VR-nál kibannolták őket. Eldar, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat immáron két éven. Gratula az újabb badge-edhez. És köszi szépen már ilyen régóta a támogatásodat. A Merida Dual Trust az egy offenzív dolog ezek szerint? Jó, akkor ezzel én is vigyázok majd. Na. Még több kritet kértem, srácok. Én itt vagyok Justin TV-n, Twitch-en kb. 10 éve, de soha nem kaptam még bant, timeout-ot is a vid adott, de poénból egyszerre. Ha. Én most így gondolkodom. Én kaptam timeout-okat. Főleg azért, mert sub nélkül linkelgetek. Haló? Haló? Azt láttátok, mennyi crit volt egymás után? Ja, én főleg azért szoktam timeout-ot kapni, mert sub nélkül linkelek a csatornákon a dolgokat. Abba nem akarok bemenni, az nem tetszik. Azt a szobát nem akarom. Kíváncsi vagyok, hogy itt a boss miben lesz másabb. Én nem tudom bannoltatni magam, mert 90%-ban vodot nézek. Na majd a volt csatornáról. Na majd onnan. Szolzmétnél kaptál-e valakinek úgy volt kedve? Ezek a moderátorok. Szerintem én legutóbb IRC chaten kaptam kicket, vagy van, mert a túl kocka, túl szűz, túl a házmesternek képzeltem. Ja, hogy csatorna pont ért timeout. Ja, értem. Azon én is gondolkodtam, de mondom úgyis több lenne a poén timeout, mint a úgymond hasznos. Biztos szivatnátok egymást. Ugye bombázni se bombázzátok egymást. Szünetben nem szoktatok ilyet csinálni. Szia Phoenix, mi újság? Én IRC-n még sose kaptam kicket, meg bant se. Mondjuk már valószínűleg nem is fog. VR chat-en kapták két órát? Na tessék, mondom én, gyakorlatilag azért vannak nézők, mert a legtöbbüket kibannolták a VR chat-ra. Mondom. Hát igen. Igen, IRC alapú a Twitch-et. Nem tudom, melyik nagy szolgáltató használ még ilyen elavult rendszert. Nem mint hogyha bajom lenne az IRC-vel, csak vicces, hogy még mindig ez az alapja a Twitch-etnek. Így kikérem magamnak, én nem vagyok bannol onnan még. Azért azon még? Andi, édes Istenem. Na tessék. Mondom. Látod, még Phoenix is kapta.
Na, a level 2 az annyi, hogy... Nem tudom. Mennyi a level 2, srácok? Most erős, tehát én úgy érzem, hogy most sokkal gyorsabban inasba raktuk az enemit. Hát... Jó dolog az IRC. Hogyha például kezel... Jó lenne az IRC, hogyha például kezelné azt, hogyha elszáll a neted, akkor nem maradj le dolgokról. Tehát, hogy... Azért a net elszállás stream nézés közben szerintem egy olyan dolog, hogy bármikor megtörténhet, és simán vannak már olyan protokollok, amik ezeket a dolgokat már úgy kezelik. Imádtam tarkovozni, Alex. Lovacska mesélni tudna róla, hogy mennyire szerettem tarkovozni. Konkrétan azt hiszem 2019-ben vagy 2018-ban így elkezdtem, és így fél évig nem is lehetett levakarni róla. Az olyan. A játék egyre easybb lesz, ahogy nő a level. Ja, hát ugye most már sokkal több mizé atakom van meg. Most így nagyon rámentem a kritre. Lovacska imádta, hogy tarkovozok, így van. Így van, akkor még Willy is jött játszani. Bizony, Willyvel nyomattuk a tarkozást, de jó is volt. Ja. Ja, azt hittem, hogy már meghalt. Ja, de az egy nem, az nem benne lesz, hanem az elvileg egy külön játékmód lesz a Tarkov Arena. Arra kíváncsi leszek. Bár nem tudom, lehet, hogy ez amúgy a Tarkovnak a része lesz, csak félreértettem. Nincs akkora kappa, ami az egész setet eltakarja? Lovacska nem szerette a Tarkovot, amikor tarkovoztam igazából. Erről van szó. Akkor itt tulajdonképpen az első szinten kell végigszenvedni, aztán egyre könnyebb a játék. Hát mivel roguelike, vagy mint roguelite, ezért egyre könnyebb, igen. De gyakorlatilag az első szenvedés, de az első csak akkor szenvedés, hogyha mindent felveszem, mert tudni akarod, hogy melyik ikon mit csinál. Tehát, hogyha már először jó itemeket veszek fel, akkor nem lett volna szíves. Ja, azt tudom, hogy például a Team Deathmatch-et megkapják azok, akiknek a nagy edition van meg a... Hát nem is tudom már, hogy hívják. Látjátok, ilyen rég tarkovoztam. Max HP, atak. Ez 10% ataknak érződik amúgy. Én képzeljétek el, azt nem tudom elmondani, hogy milyen time-otokat meg bannokat kaptam, mert tényleg nem nagyon kaptam. Viszont nagyon szerettem moderátoroskodni. Még mielőtt streamálni kezdtem volna. Mert botot fejleszteni. Szóval nem lehet ban feloldást kérni, ha nincs bekapcsolva a csatorn. Ilyen nincsen, mindenhol van ban request. Csak ha már valahol kértél és elutasítottak, akkor ripentyű. Ki lehet kap... Na, ezt nem tudtam. Bocsánat, akkor fake info. Köszi Scott a pontosítást. Mi a különbség a level 1 és a level 2 között? Szerintetek?
semmit nem vettem észre. Az amit, hogyha vagy most level 1-en játszunk? Nem tudom. Szerintetek level 1-en vagy level 2-en játszunk? Én csak timeoutot kaptam itt, mert néha gyorsabban írt el én, mint én, a Tobi parancsra gondolok. Ja, hát igen. Most már azt hiszem arra üzenettörlés van. Vagy a fene se tudja, hogy mi van ebben az esetben. Ja, hogy a crit rate-nél nincsen limit? Mi van a Tobival? Itt van. Itt van szél a karcoló, csak fel kéne tenni a monitorra. Itt van. Megvan. Megvan. Szerintem egy hónapja már megjött a rendelés. Tényleg már csak fel kell rakni. Azt működne. Hát még, ha a Tobival ugye mi lenne? Na de a púzusmérővel mi van? Ugye? Jó kis púzusmérő. Azt is be kéne már üzemelni. Tobi? A Tobi eye tracker ugye az... Hát... Egyszerűbb, hogyha Andi beírja a parancsot, hogy mi az. Engem itt mindig szétmoderálnak, azért nem írok semmit. Ez azért van gapcsi. Mert máshol van moderátorságod, és... Tudod... Most... Le lehet rajtad vezetni a dühöt. Tehát, hogyha valakit kibannolsz Rubennél, akkor az itt levezeti rajtad a dühét. Ez azért van. Szóval nem tudom, vágtátok-e a Tobi, de Andi beírta, köszi Andi, és ott meg tudjátok nézni, hogy az micsoda. Elég király szerintem. Amúgy szerintem ide kéne valami patent változtatás. Hát, hogy gyorsabban applikáljuk a mérgezést, meg ilyenek. Dance parancson? Na, azt mondja, hogy jam vagy olyan? Legyen ez. Na, poison. Ilyet még a poison. Szia, Chassit. Jóiság. Jó, kéne valami pattern változtatás tényleg. Ajaj. Au, az egy 102-es sebzés. Nem tudom, hogy melyik szobában lehet attack range-et szerezni például. De az kéne. Húzusmérés is egy spéci eszköz? Hát a... nekem olyanom van. Ez ilyen Garmin... öv, vagy nem tudom, pánt, amit így a... melkassra kell tenni. Hol lehet az a három csaj, akiről az elején beszélt? Szerintem azok cenzúrázva vannak, lovacska. A csajok cenzúrázva vannak. Terminátor, köszi szépen a rédet. Mi újság? Mit csináltatok? A játék, amivel így játszik, a HD-szos hasonló mechanikákkal operál? Hát szobák vannak, amiket clearálni kell. De ennyi, azt hiszem. Au. De amúgy igen, hasonló.
137-es poison-t rakunk fel. Nem tűnik olyan jónak. Legyen ez a kalapács. Na, nézzük. Mit kapunk? Movement speed az. Ez pedig. Dash cooldown csökkentés. Ez inkább az izsákra hasonlít. Sok sebzésünk lesz. Nem tudom, level... Akkor ezek szerint a level 2-t csináltuk meg. Nem tudom, mi különbség van a level 1-2-3 között, de így... Most már még erősebbek vagyunk. Amúgy... Biztos vissza kell menni, és akkor ott elmondják. Nem, nem. Nem lehet úgy kilépni, hogy... Hogy értitek? Visszamegyek? Hát figyeljetek, srácok! Szoba tisztítós roguelite játszi, mint az izsák. Hasonló, mint az izsák, inkább mint egy HD-s. Annyiban, mint hogy roguelite, ugye? Hogy minden egyes rán egyre és egyre erősebb lesz. Tudunk ugye módosítani a fegyelem patternjén, hogy milyen státuszefekteket tegyen fel, illetve a statjainkon. És így ennyi. Elmondom őszintén, azon kívül, hogy nagyon szép a táj, más engem ebben nem fogott meg. A trailer alapján fogott meg a táj, de így most az, hogy így a Last Devil-es verzióban mutogatják a csöcsöket, meg a pöcsöket, hát nem tudom, így most miért akarna valaki ezzel játszani. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak még hozzá, de így első blikre engem annyira nem gyűgözött le. Tényleg a grafika, ami megfogott, meg a játékstílus szeretem. De szerintem ez így, ez a Harmony verzió, ez így, szerintem a lényeg nincs benne. Értitek? A játék java nincs benne. Ja, úgyhogy nekem ez így kevés volt.